beszélni, a fejlődési változatai, és ez mondom, magzat élettől a felnőtt korig. Ez az üzenet, hogy strukturális szívhibák, és hogy magzat élettől a felnőtt korig. Sokat kell várni egyébként? Hát úgy van, hogy aki sürgős, az próbáljuk minden hamarabb ellátni, nagyon sürgős, az azonnal kezeljük, és emiatt viszont aki meg nem sürgős, az meg bosszantóan sokat is várhat, de igyekszünk úgy olyan embereket tartani a is tartani, hogy nem lehet a károsodásuk. Tehát, hogy egy picsali sövénnyel gyakorlatilag mindegy az életnek a második és az ötödik évében operálunk meg, ezt mondjuk a szülőt nehezen fogadják, hogy mindenki szeretne a problémát három hónapon belül eltudni. Hogy magzati keringésben valamelyik botalvezeték is nyitva tartani, tehát a mutatják, ha megszűnik olyankor, vagy eljövő? Ez a botalvezetéket nyitva tudjuk tartani. Ez ott van gyorsan egy ilyen kis tér. Úgy néz ki, hogy a magzati keringésben a tűrő az nem nagyon működik, és a főverőjér itt úgy rajzolom, hogy érthető legyen. Tanis és az egyetemen, gondolom. Hát az az érdekes, hogy mi országos intézet vagyunk, ezt látod az egyetemen, a nevünk egyetem része, ez a bottal vezeték itt. És ez a magzat életben milyen irányosan tött képvisel később az elvárásnak megfelelően, és itt van a két kamra, a kamra és sövét nyelv, és itt vannak a pitvarok. Gyakorlatilag egy nagyon sémás kis szívecske, és a pitvarokban is van egy nagy lyuk, mert ez a magyar egészségügy kimerülőben van. Ide jönnek vissza a tüdőből a gyerek, és ide pedig a testből, ez a két év. És itt van egy lyuk, ami az az életben fontos. Ez szóval. Ez pedig a botálvezeték. És még a májban van még egy. Sönt, és ezt bárkót képviselnek meg a magzat életben, itt van a magzat, és a lélepény, és gyakorlatilag a magzat életben a lélepény, és az agykering, igen, az agykeringés nagyon fontos, a magzat megszületik, ez bekerül róla, akkor mint a bárkó, akik átkapcsolódnak, és a párhuzamos keringés, két egymás mellett párhuzamos keringés egy ilyen 8-assal alakul. És ez melyik stádiumban a magzat élet? Hát a megszületéskor, kifejezetten ez a megszületés pillanatban, a között utána egy ilyen napon belül. Én 70-es években nem tudtam, akkor tanultam ilyeneket, hát olyan régen, és már csak úgy emlékképeim vannak róla, hogy akkor sokkal